A nyári ítélkezési szünet után már újra tartanak tárgyalásokat az ország így Tolna megye bíróságain is. A koronavírus járvány első hulláma idején hozott rendkívül szigorú intézkedések egy része már nincs érvényben. Így például most nem kötelező kizárólag távmeghallgatás formájában tárgyalásokat tartani. Az ügyfeleket idézik a tárgyalásokra, nyilvános ülésekre, előkészítő ülésekre. Az idézések mellé hosszabb nyomtatványokat és tájékoztatókat fűzünk, amelyekben arról tájékoztatjuk őket, hogy kötelező egyebekben az idézésre megjelenni minden bírósági eseményen. A személyes megjelenés alól csak akkor mentesülhet valaki, ha igazoltan elkapta a vírust, vagy pedig kontaktszemélynek számít, vagyis érintkezett olyan emberrel, aki megfertőződött. Ezek a felvételek júliusban készültek, most ugyanígy maszkban tartanak tárgyalásokat, sőt a résztvevőknek gumikesztyűt is kell húzniuk, amit a bíróságok biztosítanak az odaérkezőknek. Az eljáró bíró, a tanács elnöke intézkedik arról is, hogy az ügyfelek a tárgyaláson megfelelő távolságot tudjanak tartani. Ez azt eredményezheti, hogy a megszokott tárgyalótermi protokoll szerinti ülésrend azért változhat. Arra tekintet, hogy mekkorák a tárgyalótermeink, előfordulhat, hogy sokkal távolabb, illetve más helyen foglalnak helyet a tárgyaláson a védők, az ügyfelek, a jogi képviselők, mint ahogy egyébként ez elő van írva. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a koronavírus terjedése miatt elrendelt intézkedések meddig lesznek érvényben a bíróságokon.